Dwayne Johnson fillérekkel a zsebében a semmiből küzdötte fel magát. De hogy hogyan lett a világ leggazdagabb színésze valakiből, aki eredetileg nem is színésznek készült, hogy aztán olyan nagy formátumú produkcióban játszom, mint a július 12-én érkező felhőkarcoló? Ennek járunk most utána. Hogy jutottál be ide? Beugrottam egy daruról. Mi? Amikor hamarosan befut a mozikba a felhőkarcoló, Dwayne Johnsont már ismerős arcként üdvözölhetjük a vásznon, és ez nem kifejezés. Bár másfél évtizede szinte csak a Pankráció rajongói ismerték, már a világ egyik legnagyobb és legjobban fizetett filmsztárjává vált. Johnson eredetileg még pankrátor sem akart lenni, ehhez képest elég változatos életutat járt be. Nincstelen futballistából a WWE legnépszerűbb alakja, majd színész lett belőle, és még az sem elképzelhetetlen, hogy néhány év múlva elindul az elnök választáson. Ő legalábbis is már eljátszott a gondolattal, maga a szikla azonban az évek során alig változott valamit, és talán ez lehet a sikerének titka. Abból kiindulva, hogy apjától kezdve mindkét nagybátyja és minden unokatestvére pankrátor volt, könnyen gondolhatnánk, hogy Dwayne Johnson is erre a hivatásra született. Azonban fiatalon esze ágában sem volt apja Rocky Johnson nyomdokaiba lépni, amikor tizenévesen kipróbálta a sportágat, arra jutott, hogy ez nem neki való. A sport azonban így is közelebb állt hozzá, mint a tanulás. Bár kriminológiából és élettamból diplomázott, jegyei borzasztóak voltak. Sokáig ígéretes amerikai futball tehetségnek tartották, de egy sérülés derékba törte a karrier. Hiába költözött Miami-ból Kanadába, amikor 1995-ben a Calgary Stampeders-nek sem kellett, új karrier után kellett néznie. Így aztán megszegte korábbi elhatározását és a pankrációhoz fordult, ott pedig villámgyors karriert futott be. No, a szerepe szerint alapvetően negatív figurát alakított, megnyerő személyiséggel jellegzetes szövegei hamar közönségkedvencét tették, ő pedig egyre gyakrabban a népbajnokaként hivatkozott magára, egyáltalán nem jogtalanul. Johnson kisugárzásával azt is elérte, hogy a show businessben is felfigyeljenek rá. Lehetőséget kapott a Saturday Night Live-ban, egy évvel később pedig a filmvásznon is bemutatkozhatott a Múmia visszatérben Skorpió királyként, habár leginkább egy rémületesen CGI karakterként realizálva. Nem is volt kérdés, hogy az egy évvel később bemutatott spin-off a Skorpió király címszerepére kit válasszanak. Johnson, aki futballkarrierje összeomlása után 7 dollárral a zsebében vágott neki a világnak, és első küzdelmeit fillérekért vállalta, 5,5 milliót kaszírozhatott a Skorpió király megformálásáért. Ez a mai napig rekord, soha senkinek nem fizettek még ennyit első főszerepéért. És ezzel egyáltalán nem is értékelték túl a pankrátor színészt, aki egy évvel később már 12,5 millió dollárt kapott a Peter Berg rendezte az Amazonas kincséért. Azonban eleinte úgy tűnt, hogy a hollywoodi karrierárát neki is meg kell fizetnie. Johnsonnal ugyanis elsőre nem tudott mit kezdeni az álomgyár. Lehet, hogy pankrátorként elképesztően népszerű volt, de a közel 2 méteres, 120 kilós férfi a producerek szemében inkább volt karakterszínész, azaz smasszer vagy rossz fiú, mint a következő George Clooney. Így Hollywood megpróbálta a saját képére faragni. Azt kérték, hogy fogjon le, a szikla pedig néhány év alatt annyira megelégelte az egészet, hogy inkább megint a pankrációt választotta. És lehet, hogy Dwayne Johnson ma még mindig pankrátorként ismernénk, ha nem lett volna akkori felesége Danny Garcia. Garcia, a dörzsölt üzletasszony elvállalta férje menedzselését, hogy segítsen neki felépíteni egy olyan karriert, amelyben önmaga maradhat. Azonnal ügynököt váltottak, Dwayne Johnsonból pedig brandet kezdtek építeni. Hosszú évek munkája alatt elérték, hogy a név ma már nem pusztán egy színészt, egy sztárt, hanem tucatnyi terméket és vállalkozást jelentsen, többek között a filmprodukciós cégként és reklámügynökségként működő Seven Bucks-ot, amit a fent említett 7 dollárra emlékezve neveztek el. A közös munkát pedig az sem hátráltatta, hogy Johnson és Garcia 2008-ban elváltak, azóta is üzleti partnerek és barátok. A szikla tehát visszatért a filmvászorra, ezúttal pedig semmi nem állt az útjába. 2016-ra az évi 64,5 millió dollárjával a világ legjobban fizetett színésze lett, egy évvel később pedig csak Mark Wahlberg tudta maga mögé utasítani ebben a rangsorban. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a Halálos iramban 5. sebesség óta már nem csak másodvonalas, hanem kifejezetten A-kategóriás blockbusterek főszerepeit is rámerik bízni, de Johnson elképesztő fizetését sokkal inkább köszönheti elképesztő munkatempójának, azaz, hogy a különböző produkciókból akár 5-6-ot is bevállal egy évben. Bár drámákban is kipróbálta magát, egyértelmű, hogy az egykori sziklából soha nem lesz Oscar-díjas színész, és az akcióhősi szerepre is inkább testfelépítése predesztinálja. Johnson legtöbbször csak önmagát adja, és éppen ez a megnyerő benne. Pankrátori karrierje során is azzal vívta ki a népbajnoka címet, hogy hétköznapi közvetlen módon viselkedett, és mindig szakított időt arra, hogy rajongóival foglalkozzon.
Most már ezt leginkább a közösségi médián keresztül van lehetősége gyakorolni, de arra például szakított időt, hogy meglátogasson egy kisfiút, aki a törésvonalban látottak alapján mentette meg egy barátja életét. Nem véletlen, hogy alakításai közül is azok sikerültek a legjobban, amikor nem acélos tekintetű szuperembereket, hanem hatalmas testben rejtőző, félénk sebezhető személyiségeket, mondhatni, nagyra nőtt gyerekeket játszott. Ne sírj, ne sírj. Ne sírj, nem lesz semmi baj. Elég, ez ciki. Belezugtam. Dwayne Johnson tehát nem mint színész, hanem mint ember harcolt ki magának elképesztő népszerűséget, ebben pedig hamarosan a legmagasabb szintre léphet. Amikor ugyanis megkeresték azzal, hogy mit szólna az amerikai elnöki pozícióhoz, ő meglepően nyitottnak bizonyult és nem zárkozott el, hogy 2024-ben megpróbál politikailag is tenni az érte rajongó tömegekért. És hogy miért csak 2024-ben? Mert jelenleg annyi projektje van, ami mellett elképzelhetetlen lenne a 2020-as indulás. De akármi is lesz ebből a tervből, annyi biztos, hogy a filmvásznon egy darabig nem szabadulunk a sziklától. Mindjárt befut a felhőkarcoló, ősszel érkezik a Fighting with My Family, és 2019-re tervezik a halálos iramban spin-offját Jason Statham-mel, közben pedig előkészítés alatt áll a Jungle Cruise, újra összeáll a felhőkarcoló rendezőjével a Red Notice című akciófilm erejéig, valamint természetesen számítanak rá a Jumanji és a törésvonal folytatásában is, a Black Adamről nem is beszélve. Nem mellesleg pedig folytatódik Nagy Pályások című sorozata is, mert hát a sorozatok világában is kipróbálta magát, valószínűleg alvás helyett. Akármerre is viszi az útja, Dwayne Johnson előtt biztosan fényes jövő áll. És úgy tűnik a sztárok között azon kevesek sorát gyarapítja, akik nem botrányaikról lesznek igazán híresek, és akiknek tökéletesen felépített imázsa mögött is egy hétköznapi, végtelenül szimpatikus figura rejtőzik. Ez pedig akkor is múlhatatlan érdeme marad, ha a filmművészetet soha nem fogja emlékezetes, kiemelkedő alakításokkal gyarapítani. My real friends never hearing from me. Fake friends write the wrong answers on the mirror for me. That's why I pick and choose. I don't get shit confused. I got a small circle. I'm not with different crews. We walk the same path, but got on different shoes. Live in the same building, but we got different views. I got a couple cars.